Üdvözöllek benneteket! Folytatjuk videós melyben az arányról tanulunk. Nézzük, mi minden tartogat számunkra harmadik feladatlapunk. Feladatunk így szól, a téglalap oldal hosszainak aránya 3 aránylik a 4-hez. A téglalap kerülete 70 cm. Az A feladatunk határoz meg a téglalap területét. Egyelőre ne foglalkozzunk a B és a C feladattal, összpontosítsunk tehát csak az A feladatra. Nézzük, mivel állunk szemben. Adott tehát egy téglalap, téglalapnak két különböző oldala van, jelöljük A-val, illetve B-vel. Tudjuk, hogy az oldalaiknak az aránya három aránylik a négyhez, tehát fölírhatjuk, hogy A aránylik a B-hez, mint ahogy három aránylik a négyhez. Amit még tudunk a feladat elejéről, hogy a kerülete 70 cm. Föl is írhatjuk, hogy a kerület 70 cm. Nekünk most a területet kell, hogy kiszámoljuk. A területhez szükség van külön az A oldalra, illetve a B oldalra. Viszont szóval nézzük, hogy mi mindent tudunk kezdeni ezzel a kerülettel. A téglalap kerületére két képletet is tanultunk. Az egyik képlet úgy szól, hogy 2 a plusz 2 b, a másik képletünk pedig kétszer, zárójelben A plusz B. Hát ebben az esetben, ha tudjuk a kerületet, érdemesebb lesz ezt a képletét használni. Helytesítsünk be, tehát ebbe a képletbe, konkrétan, hogy a kerület az 70 cm. Tehát a kerület helyett felírom, hogy 70 egyenlő, írom a képletet, kétszer, zárójelben A plusz B ebből a képletből, ilyen formában az A plusz b tehát a két oldal összegét tudjuk kiszámolni, mégpedig úgy, hogy a 70-et elosztjuk kettővel. Ezek szerint akkor a két oldalnak az összege egyenlő lesz 35-tel. 70-nek a fele, tehát 35. A mértékegységünk csak centimétert átmásoljuk, hiszen semmilyen más mértékegység nincs a feladatban, ezzel nem is kell külön foglalkozni. Így, hogy most kiszámoltuk, hogy az A-nak és a B-nek, tehát a két oldalnak az összege 35 cm, illetve mivel tudjuk már, hogy a két oldalnak az aránya 3 arányik a 4-hez, ezekből már arányos osztás segítségével ki tudjuk számítani külön az A oldalt, illetve külön a B oldalt. Azt tudjuk, hogy az A oldal valójában 3 egységből áll, tehát fölírhatjuk, hogy 3 egység, Míg a B oldal pedig 4 egységből. Ezt az arányból tudtuk fölírni, hiszen az arányok három arányik a 4-hez. Összesen, hiszen az A és B oldal összegét tudjuk, összesen tehát a 3 egység plusz a 4 egység az 7 egységet ad. Nézzük akkor, hogyan számoljuk ki egy egységnek az értékét, illetve a hosszát. Hát mivel az összegük az 35, ezt a 35-öt kell a 7 egység felé szétosztani. Vagyis ez egy egység, 35 osztva 7-tel, az pontosan 5, és a mértékegységünk továbbra is centiméter. Így miután tudjuk, hogy egy egység 5 centiméter, számoljuk ki külön az A oldalt, illetve a B oldalt. Az A oldal esetében a 3 egység az 3 x 5, vagyis 15 cm, a B oldal esetében a 4 egység 4 x 5, az 20 cm végezzünk egy gyors ellenőrzést, ha az A oldalt és a B oldalt, visszakapjuk-e a 35 cm-t, hát igen láthatjuk, hogy 20 plusz 15 az 35 cm. Így miután kiszámoltuk külön az A oldalt, külön a B oldalt, az arány segítségével, nem lesz nehéz akkor kiszámolni a téglalap területét. Tudjuk a képletünket, A szor B. Ha ide most behelytesítek, az A oldal az 15 cm, a B oldal az 20 cm, ha összeszorzom a 15-et és a 20-at, 2x15 az 30, és egy nullát utána írok, megkapjuk, hogy a területünk 300 négyzetcentiméter. Válaszolhatunk is akkor a kérdésünkre, a téglalap területe 300 négyzetcentiméter. Nézzük feladatunk további részét. Ha ez a téglalap, amit most számoltunk, Robi szobáját ábrázolja, az egy aránylik a 20-hoz tervrajzon, határoz meg Robi szobájának méreteit a valóságban. A tervrajz aránya egy aránylik a 20-hoz. Ez azt jelenti, hogy ami 1 cm a tervrajzon, az 20 cm a valóságban. Mivel mi azokat a méreteket keressük, ami a valóságban jelentkezik, így akkor valójában nekünk egy nagyításról van szó. A nagyistás mértékét pedig úgy számoljuk ki, hogy a második számot elosztjuk az első számmal, hát 20 osztva 1 az 20, ez azt jelenti, hogy 20-szoros méreteket kell venni. Tehát ami a tervrajzonban, azt meg kell szorozni 20-szal. Hát emlékezzünk vissza, az A részben kiszámoltuk a téglalapnak az oldalait, vagyis a Robi szobájának a méreteit. A tervrajzon 15 cm és 20 cm ahogyan már mondtuk, nagyítani kell 20 szorosára, vagyis akkor a 15 cm-t, ha megszorozzuk 20-szal, 2 15 az 30, meg egy nullát utána írok, akkor ez 300, a mértékegység természetesen cm, míg a másik oldal esetében a 20 cm-t ugyancsak szorozzuk 20-szal, hiszen 20-szoros nagyításról van szó, 20 20 az 400 cm már válaszolhatnánk is a kérdésünkre, viszont vegyük észre, hogy a 300 cm is, illetve a 400 cm is könnyen átalakítható egy nagyobb mértékegységé, konkrétan méterekké. Mindkét számot hálasztjuk 100-zal, 300-ban a 100 megvan 3-szor, tehát ez 3 méter, illetve 400-ban a 100 megvan 4 tehát ez 4 méter. És akkor ilyen formában válaszolunk a kérdésre, Robi szobájának méretei a valóságban 3 méter x 4 méter. És nézzük akkor feladatunk utolsó befejező részét. Mekkorának van ábrázolva ezen a tervrajzon, emlékezzünk vissza, a tervrajz aránya egy arányik a 20-hoz, az ablak szélessége a valóságban az 1 méter széles. Mivel most a valóságot képezzük le a tervrajzra, akkor valójában kicsinyítésről van szó, és ugyanaz az arány, amit az előtt láttunk, egy a 20-hoz, ez azt jelenti, hogy most 20-szor kisebb lesz a tervrajzon, mint a valóságban. Ezek szerint az ablaknak a szélességét, amit tudjuk, hogy 1 méter, el kell osztani 20-szal. Hát az 1 métert érdemes átalakítani centiméterekké, tudjuk, hogy 1 méter az 100 centiméter, és akkor, hogyha 100 cm-t elosztom 20-szal, 100-ban a 20 megvan 5-ször, és már meg is kaptuk, hogy ez az ablak, amely a valóságban 1 méter széles, a tervrajzon 5 cm széles lesz. Már csak annyi dolgunk maradt, hogy válaszoljunk a kérdésünkre. Az ablak szélessége a tervrajzon tehát 5 cm. És ezzel feladatlapunk végéhez is érkeztünk. Köszönöm a figyelmeteket!